Tiszapartján állunk, Tiszaújlak, Tisza újlak, és Tisza határában, a turulmadár lábánál. Ez az a hely, ahol a szabadsággal szelső győztes csatája lezajlott. Miután ezt a másik kibontották a Rákóczi kapott zászlókat, nem sokára a fejedelem is hazatért. 1703. június 7-én, még Rákóczi hazatérése előtt, a Borzsa völgyében, Dolhánál a felkelők vereséget szenvedtek. Károly Sándor, Szatmári Főispán, Nemesi csapatával szétszórta Eszet a másik szedett, vedett hadát, elszedte a tőlük a Rákóczi féle zászlókat, de a felkelők nem adták fel, újra összegyűltek és fölvonultak Vereckéhez, hogy fogadják a hazatérő Rákócit. 1703. június 16-án Rákóczi és kísérete kis lengyel-magyar lovas átlépte az akkori határt, és találkozott Esze másikkal, Ahogy Rákóczi emlékiratából és vallomásaiból tudjuk, a fejedelmet elkeserítette, hogy a beígért több ezres fegyveres had helyett néhány száz felkelőt látott csak, azok is inkább kaszával, kapával, rossz rozsdás paraszpuskával, karddal felfegyverkezve álltak. És már arra gondolt, hogy vissza is fordul, de látva a felkelők lelkesedését, ahogy őt fogadták, éjjenezték, könyvelábadt a szeme, és beszéddel fordult hozzájuk, azt mondta nekik, hogy megígértem, hogy... Találkozunk veletek, és soha el nem hagyjuk egymást, és ezt ő is megtartotta, és a hozzá csatlakozott ruszinok is megtartották. És nem hiába nevezte el őket Gens Fidelisimának, legkülségesebb nemzetnek, ezek a ruszinok végig kitartottak Rákóczi mellett. A kis csapat egyre növekedett, hamarosan csatlakozott néhány száz lovasával, Bercsényi Miklós is Rákócihoz, és a Latorca völgyén keresztül levonultak az Alföldre. És itt Tiszaújlak határában zajlott 1703. július 14-én, 15-én az első győztes ütközet, ami a Tiszabecsi ütközet, Tiszabecsi átkelés, vagy mi úgy tanítjuk a kárpátaljai magyar iskolákban, hogy Tiszaújlaki átkelés. A csata nem volt olyan nagy volumenű, inkább a, a jelentősége volt nagy. Tehát úgy zajlott az egész, hogy itt a Tisza vonalában a császáriak felkészültek a kurucok fogadására. Német muskétások foglalták el állásaikat a Tisza túloldalán, erőső oldalán is, és Kende Mihály Labanc ezredes vezetésével egy császári huszár lovas csapat várta a kurucokat. A kurucok pedig megérkeztek, először szintén csak a lovasság, és a gyalogság még két napi járásra volt, Rákóczi maga is parancsot adott, hogy be kell várni a gyalogosokat, addig nem kockáztatja a lovasok épségét, meg életét. Na de az adrenalin ugye megtette magáit, a magáét, a kuruc lovasokat megszállta a és a dű, és nekivetették magukat a labancoknak. Olyan hevesen szorították őket a tiszába, hogy maga Kende Mihály is lovastól belefulladt a vízbe, Noha túloldalról a német muskétások heves tűzzel próbálták őket támogatni, a győzelem a kurucok élet. Hamarosan, pár nap múlva megérkezik a gyalogság is, átkelnek a Tiszán, kiérnek az Alföldre, és hát a szabadság az kiteljesedik az egész országra. Hamarosan kuruckézre kerül munkács. A Munkácsi Vár majd 1704 elején kerül a kurucok kezére, viszont Ungvárt már az 1703-as őszi csatározások során elfoglalják. Egy Beca nevű Ruszin parasztvezér vezeti, Beca Iván őket, és a szabadság az, az egész Magyarország területét felüleli, és hát ettől kezdve már egy össznemzeti szabadságharcról beszélhetünk, nem csak egy ilyen kis parasz felkelésről, vagy, vagy nemesi ellenállásról.